Fiúved vagy lány? Bocs, de erre nem akarok válaszolni. Miért olyan nehéz elmondani? Nem nehéz, egyszerűen csak nem akarom megosztani. Miért titkolózol? És te miért valatsz úgy, mintha valami szuper titkos információval rendelkező nemzetközi kém lennék? Ez egy teljesen jogos kérdés, csak nem tudom eldönteni, hogy mi vagy. Ez nem baj, mert neked nem is kell semmit se eldöntened. De ennyire érdekel, akkor annyit el tudok árulni, hogy nem bináris a nemi identitásom. Na, az meg mi? Se a férfi, se a női nemmel nem tudok azonosulni. Aha, és akkor ha én egy helikopternek érzem magam, akkor az is vagyok? Szálljak föl, vagy mi? Klasszikus, jó a humor, a stand-upon gondolkoztál már? Odász kis Ádám elé ezzel a szöveggel, tuti egyből átadja a helyét a színpadon. Jó, de ilyen nincs, csak férfi meg nő létezik. Oké, szóval elismered, hogy igazam van. Ja, nem, csak nincs szükségem a beleegyezésedre, mert tudom anélkül is, hogy ki vagyok, és ezen nem fogsz tudni változtatni. Jó, de ez nem normális, undorító vagy. Nem oké, az vagy, aminek születtél. Milyen kromoszómád van, az vagy, annak születtél. Ha folyton azon idegeskedsz, hogy mások hogy élik az életüket, akkor nagyon gyorsan el fognak gyengülni a szívbillentyűid a stressztől. Minek görcsössz olyan dolgokon, ami nincs hatással a te életedre? Csak engedd el! Vagy csak válaszolj már! Nem hiszem, hogy fogok. Tuti lány vagy, hát látszik rajtad, annak születtél, azon soha nem fogsz tudni változtatni, akármit mondasz. Mind gondolsz, miért viseled ilyen nehezen, amikor valaki nemet mond? Elutasításnak veszed, vagy bánt, így dühít? Vagy szimplán az irritál, hogy nem kapod meg, amit éppen akarsz? És mi van azzal, hogy képtelen vagy tisztelni mások határait, meg kéréseit? Utállak, rohadt idegesítő vagy, és undorodom tőled. Ez az enged, hogy a felszínre törjön a rengeteg érzelmi frusztráció, és ás mélyre magadban, hogy megtaláld a forrását. És gondolkozzunk el azon, hogy miért foglalkozott ennyire, hogy egy idegen hogy éli az életét. Mit gondolsz, ez ilyen gyerekkorból fakadó dolog lehet? Ja, lehet. Lehet, igen.